Itt a nyomokból világosan látszik, hogy ez a sétaösvény a menekültek egyik útvonala lett a szerb-magyar határ felé. Mindenekelőtt a kíváncsiság hajtott ebben az óriási zajban, ami e körül az egész menekült történet körül van. Én azt gondolom, hogy itthonról, a íróasztal mögül, a komputer monitor mögül nem lehet megérteni ezt az egészet. A nagy vonalakat lehet látni, de nagy vonalak néha elkezdenek félrefelé húzni, és félrevezetőek. És nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mi történik, hogy történik, miért történik. Elmentünk nyaralni Görögországba, július legvégén, augusztus első hetében, és teljesen adta magát a dolog, hogy hát akkor onnan jöjjünk haza. Jöjjek én haza, a család az elindult autóval, én pedig Idomeniből, ami a határátkelőtől 6 kilométerre van egy kis falu, oda kigyalogoltam, és tulajdonképpen ott kezdődött el ez az egész történet. A nyaralásba lefele menet átléptük a görög-macedón határt, már Görögországban, és a perzselő 35-36 fokos melegben az autópálya mellett felbukkant az első ilyen menekült csoport velünk szembe, ellenkező irányba gyalogoltak. És ez egy ilyen hirtelen jött olyan élmény volt mindenki számára, hogy egy nagyon nagy csend lett az autóban, és aztán elkezdtünk arról beszélgetni a gyerekekkel is, hogy hát ez hogy van, meg mint van. Persze kívülről ez a dolog sokkal bonyolultabbnak, veszélyesebbnek látszik, mint amilyennek én megéltem. De igazából az első kézből származó információk az igazak, és óriási meglepetések értek. Már akkor, amikor megérkeztem a nem hivatalos görög-macedón határa. Hát az volt az első meglepetés, hogy az ember kimegy a falu végére, azt látja, hogy a hivatalos görög busztársaságnak a buszai hozzák a menekülteket, azokat, akik nem gyalogolnak, hanem valamilyen úton, módon megkapták az információt, hogy a szaloniki buszpályaudvarról indulnak ezek a buszok, és nem kell nekik gyalogolni a határig. Itt naponta minimum 20 autóbusz önti ki az utasait ebben a faluban. Elsétálnak a falu végéig. A falu végénél van egy árok, egy jelentéktelen árok, és mint kiderült, az a határvonal. A vasúti sí mellett az a határvonal. És ott van egy terület, ahol állt akkor, amikor én odaértem, kb. 300 ember, és velük szemben 4 macedón rendőr próbálta őket 20-as, 30-as csoportokba szervezni, és ezeket a 20-as, 30-as csoportokat engedték át a rendőrök a zöld határon. Mutatták nekik az utat, hogy arra van a földút, egyenesen arra kell menni, és az Macedónia. És akkor ilyen 20-as, 30-as csoportokban elindultak, elindultunk mi is, kb. Egy órát kellett várni, mire én hozzácsapódtam ott egy csoporthoz, oda beleszerveződtem, beszélgettem fiatalokkal, akik ehhez a csoporthoz tartoztak, és ez egy 2 kilométeres séta, tehát ez egy nem egy megterhelő történet, és 2 kilométer után eléri az ember az első macedón város Gevgeliát, tehát itt az történik, hogy az ellenállás megszűnt a hivatalos macedón szervek részéről, egy dolgot tesznek, segítséget nyújtanak a menekülteknek, hogy minél szervezettebben és minél gyorsabban keresztül haladhassanak Macedónián. És ez volt a tapasztalat egyébként a macedón-szerb határon is, ahol én lebuktam, és nem engedték a macedón rendőrök, miután kiderült, hogy én nem menekült vagyok, megy ez a legál-illegál történet, hogy hát én legál vagyok, és nem illegál, akkor átzavartak hivatalos határátkelőhöz, hogy hát nekem van papírom, én ott a magyar személyigazolványommal ott kelljek át, én itt nem mehetek, de ez semmi más miatt nem történt,
hanem azért, mert szemérmesen óvják azt a nem titkot, de nem akarják a nagyvilág elé tárni ilyen nyilvánvalóan, hogy mi történik, hogy ők az állam hivatalos képviselői azért vannak ott, hogy útba igazítsák a menekülteket, hogy a zöld határon hogy kell átkelni Szerbiába. És a szerb oldalon persze már várják őket a szerb hatóságok, autóbuszokkal begyűjtik őket, és viszik őket a legközelebbi városba, Preševóba, ahol van egy ilyen tábor, amit ilyen egyszeri megállóhelynek hívnak, szintén nem hívják tábornak, hanem szemérmesen egyszeri megállóhelynek hívnak, és oda be lehet csekkolni, ott lehet fölvenni ezt a 72 órás tartózkodásra jogosító papírt, amivel ingyen lehet tovább utazni éjszakra. Olyan élmény volt, hogy Magyar Kanizsán azon gondolkodtam, hogy még maradok egy napot, mert olyan érdekes ez az egész. Aztán nem tudom, úgy döntöttem, hogy jövök az árral, és megcsinálom. Egyrészt szakmailag olyan élmény volt, hogy a részletekből összeadódik a nagy kép. Összeadódnak az apró információk, összeadódnak a tapasztalatok, és azt gondolom, hogy ez egy reális kép, amit én látok erről a helyzetről. A kívülálló emberek, akik kívül vannak, és csak a sajtóból tájékozódnak, azoknak, ahogy nekem is, volt egy ilyen elképzelésem, hogy ez a menekült tömeg, ez egy homogén, egységes massza. Tehát ez nem az. Ez a menekült tömeg, ez egy ugyanolyan társadalom, ugyanolyan tagozódott társadalom, mint minden más társadalom. Vannak benne nagyon szegények, van a középosztály, vannak a nagyon gazdagok, akik mást engedhetnek meg maguknak. A nagyon szegények azok becsekkolnak ezekbe a hivatalos helyekre, Macedóniában is, Szerbiában is, ők igényt tartanak arra, hogy ingyen utazhassanak, hiszen már kevés a pénzük, elfogytak a tartalékaik, vagy egyébként se voltak olyan jól eleresztve. Akiknek meg van pénzük, azok busszal utaznak, azok nem is mennek, nem is kérnek ilyen papírt, a hatóságok félrefordítják a fejüket, sehol nem kérték el tőlük ezeket a papírokat, csak hogyha valamiféle hivatalos szolgáltatást igénybe szerettek volna venni. Azok mondom, mennek busszal, ahogy én is utaztam velük busszal, vagy taxival, ami a legdrágább formája ennek a történetnek. Nem mindenki parkokban alszik, vagy utcán alszik. Nagyon sokan alszanak parkokban, meg az utcán Belgrádban is, de nagyon sokan szállodában. Az összes buszpályaudvar környéki szálloda dübörög, ki vannak adva a szobák. Ott szerveződnek a buszutak, arab nyelvű feliratok tájékoztatják az embereket, hogy mikor, merre, hogyan mennek az autóbuszok észak felé. Tehát ez nem egy homogén massza, itt mindenkinek másak a képességei, az anyagi lehetőségei, és más szolgáltatást vesz igénybe. Csak nekem is egy ilyen téveszmém volt erről az egészről, hogy a menekült az leszakadt, koszos, rongyos, elhasználódott, tehát a fenét. A Belgrádban a buszpályaudvar környéki fodrásszalonokban sorban állnak a menekültek, mindenki hajat vágat, borotváltat, fazoníroztat, a szakállát igazítatja, ha van neki, rendesen akar kinézni. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt ilyen lerongyolódott, ótvaros tömeg ez a menekült tömeg, hanem ezek ugyanan emberek, ugyanúgy próbálják magukat rendben tartani minden körülmények között. Ez egy érdekes történet, valóban ez egy nagy rész férfi társadalom, ez a menekült társadalom, fiatal férfi, én találkoztam 20 éves fiatal srácokkal, akiknek, mit tudom én, Aleppóban, vagy Homszban, vagy Hamában elegük lett abból, hogy élhetetlen a világ körülöttük.
egy 20 éves szíriai fiatalember nem úgy szeretné leélni az életét, hogy folyamatosan attól kell rettegnie, hogy mikor ölik meg, mikor bombázzák le a házát, vagy már lebombázták a házát, és él, ahogy tud, hogy teljesen esélytelen munkát találni. Tehát ezek a fiatal emberek elindulnak, de nagyon sok a nő. A mi csoportunkban kb. Egy harmada volt nő, plusz még a kisgyerekek. De alapvetően ez egy férfi társadalom. De ebben benne van az is, hogy előre küldik a férfiakat, akiknek már van családjuk, találjanak valamit, és akkor majd valahogy utána magukkal hozzák, vagy kisegítik, ha már ő megtalálta a saját életét Európában, a családnak a többi tagját is, a feleséget, vagy a gyerekeket. Tehát én például egy olyan iraki kurd sráccal gyalogoltam itt az ártéri erdőben Szeged felé, aki ennek három kislánya volt, bocsánat, két kislány és egy kisfia volt otthon Irakban, meg a felesége. És persze hát ő is azt szeretné, hogy majd ő elmegy Németországba vagy Svájcba, és kiviszi a családnak a többi tagját, de most úgy gondolta, hogy túl veszélyes ez az út. Voltak emblematikus beszélgetések, és két ilyenre emlékszem. Az egyik az Skopjében a buszúton, Gevgelije és Skopje között, ez kb. 3-3,5 órás buszút, ott egy szíriai férfi ült mellettem, kiválóan beszélt angolul, és ő mérnök. Masterza van ipari robottechnológiából, Észak-Irakban dolgozott, ahol a iszlám állammal való konfliktus miatt leépítések voltak, elvesztette a munkáját, és munkát keres. Ő szeretne dolgozni, mert Damaszkuszban, ahol egyébként él, ahol valósi, ott nem talál magának munkát. És ő mondta nekem azt, hogy hát azt értsük már meg, hogy mi nem állatok vagyunk, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk. Ő szívesen jönne Magyarországra, és ő fizetne azért, hogyha őt a magyar állam megtanítatná a magyar nyelvre, és itt dolgozhatna. Hát ő tud valamit, konvertálható tudása van. Miért kell neki, tette föl nekem a kérdést, Görögországba hegyet mászni, tengeren átkelni, az életét kockáztatni azért, hogy megérkezhessen valahova, ahol ő tulajdonképpen munkát keres. Nem is tudta, fogalma nem volt arról, hogy hova akar menni. Ott kérdezte meg, tudom, hogy szerinted hova menjek? Tőlem kérdezte meg, és akkor mondtam, hogy hát mérnök vagy, jó diplomádval, a tudásod az használhatod, menjen Norvégiába, az egy ilyen jó hely, ott még az olajjal, meg ezzel-azzal is lehet foglalkozni. És akkor ott a kicsit elgondolkodott, és viccent az, hogy tényleg Norvégia, nem is rossz ötlet. És a másik, az már itt volt Magyarországon, az ártéri erdőben, egy fiatal, szintén szír srác, 25 éves volt, és ő chef szeretne lenni. Már most is az, de ő szeretne a koppenhágai hospitality iskolában, ugye, ami a Lozanni után a világ második legjobb ilyen típusú intézménye, ott szeretne tanulni, mert ő szakács szeretne lenni. És hát nincs más lehetősége arra, hogy ott tanuljon, mint hogy fogja magát, fölkerekedik, az összes megtakarított pénzét beleteszi egy ilyen kalandba, és eljön Európába, mert csak így tud eljönni. Máshogy nem tud eljönni. És akkor elővette, megkérdezte tőlem, hogy milyen zenét szeretek, és hát én mondtam ott egy-két együttes, és hogy, hát, és a német, és hogy a német heavy metallal mi hogy arról mi a véleményem. És hát elmondom, hogy a Rammstein az úgy elmegy. És akkor elővette a jegyét, hogy ki május 15-én volt a születésnapja, és hogy május 14-én Isztambulban volt egy koncerten, egy német heavy metal együttesnek a koncert, és megvolt a jegye.
és hogy az neki a mekkora élmény volt. És akkor a német heavy metalról beszéltünk, a koszos, összeszemetelt Tiszaparton 80 melekültel körbevéve, és utána még elővett egy $1, és azt mondta, hogy figyelj ide, én ezt az $1 útközben mindenkivel aláírattam, akiről úgy gondolom, hogy jó ember és fontos, és mondta, hogy írd itt alá. És akkor kérdeztem, hogy és melyik volt az első aláírás, és azt mondta, hogy ez a főnökön volt, az étteremnek a séfje, ahol dolgoztam, és mutatta, és tudod, mit írt ide? Azt írt, hogy bazd meg, és aláírta arabul. Az egy másik tapasztalat, hogy ezen a vidéken, a Koszovó, Macedónia, Szerbia határ háromszögében korábban, még néhány hónappal ezelőtt is dübörgött az embercsempészet, és óriási pénzeket kerestek ezeken a szerencsétleneken. Azzal, hogy a macedón és a szerb hatóságok egy ilyen politikai változás következtében rájöttek, hogy ők nem tudják ezt megoldani, nem tudják megfogni ezt a menekült hullámot, kihúzták a szőnyeget az embercsempészet alól, megszűnt, nincs embercsempészet. Úgyhogy ezek az apró tapasztalatok összeadják a nagy képet, és hát az igazi, hogy mondjam, a legmeredekebb része ennek az egész történetnek az a magyar-szerb határ volt, egy olyan helyzet, amiben teljesen véletlenül csöppentem bele. Én hozzácsapottam egy 80 fős csapathoz, akik épp a Tisza gátja mellett egy fasor árnyékában pihentek, akkor, amikor Martonosról jöttem Magyarország felé, és nem voltam egy szívesen fogadott ember, amikor kiderült, hogy ki vagyok, és ez lassan, apránként derült ki, hogy itt hogy folyik ez a történet. Tehát ez nem jött oda senki, és nem adott egy használati utasítást, nem mesélte el senki, hogy mi történik. A nap végére kiderült, hogy itt a mi csapatunkat, ezt a kb. 80 embert, akinek nagyobbik része kurd volt, jezidi kurdok, Shingálból, Moszulból, a kisebbik része, kb. 30 ember pedig szíriai arab. Családok, kisgyerekkel, terhes anyák, tehát volt minden ebbe a csapatba. Most ezt a csapatot 5 arab fiatalember, szíriai arab fiatalember vezette. Volt egy vezető és 4 figyelő ember, akik mozogtak folyamatosan, amíg jöttünk ott az ártéri erdőben, az ösvényen, telefonon tartották a kapcsolatot egymással, vagy még valakivel, ez nem teljesen világos. És ők voltak azok, akik a valahonnan fölbukkanó embernek, aki valószínűleg Magyarország felől jött, és szintén beszélt arabul, odaadták a pénzt. Aki aztán elment a pénzzel, és a csapat elindult már magyar területen, be a kukoricásba keresztül a gáton, és eltűnt. Én nekem itt ért véget igazából ez a történet, mert engem nem engedtek, hogy velük menjek, és nem is akartam akkor már tovább velük menni, mert ott már úgy gondoltam, hogy már nem jó, hogyha én nagyon túl sokat tudok erről az egészről a saját biztonságom érdekében. Ez az embercsempész ügy, ez úgy végig megy a vajdaságon. De én nem gondoltam, hogy ez a kanizsai történet is ilyen jól szervezett. Mert mint kiderült, ezt a csapatot, akikkel én átkeltem, ezeket már nem is Kanizsán szervezték, hanem ők már Belgrádból jöttek oda direktbe. Tehát működik a hálózat, odahozzák őket Martonosra, leteszi őket a busz és séta. A másik, ami az egész vajdaságon keresztül húzódik, már-már, mint valamiféle legenda az emberek körében, ez a horgosi cigányoknak, ezt ők mondják így, hogy a horgosi cigányoknak a legendája, akik házakat vettek, mondják, autókat és motorokat
vettek maguknak. Ők azok, akik ott Horgos és Királyhalom környékén szervezik ezt a történetet. De nagyon sok pénz van benne. Nagyon sok pénz. Ott szerintem euró tízezrek cseréltek gazdát, amíg én ott ültem. Úgyhogy ezek az információk így összeadódva egy egész más képet rajzolnak és festenek le erről az egész problémáról, és ez a probléma ez nem fog megállni. Tehát ugye bárkinek az az illúziója van, hogy ez egy kerítéssel, egy, nem tudom, egy drótakadállyal, bármivel megoldható, ez nem megoldható. Ezt már el kellett volna kezdeni, hogy középtávon valamiféle eredménye legyen Európai Uniós, Euróatlanti szinten, az egész földközi tenger medencét érintően valamiféle rendezést neki kellett volna már futni. Minél később futnak neki, annál később lesz eredménye, és annál tovább fog tartani. Ezek az embereknek a nagy része, ez a szakácsgyerek, ez nem akar eljönni onnan végleg, de ez ott van otthon. A mérnök ember az nem akar eljönni Szíriából, de el kell jönnie. Minél hamarabb lesz valamiféle olyan rendezés, ami a problémának a gyökeréhez nyúlik vissza, annál hamarabb fog ez a probléma megszűnni, de amíg nem, addig ez jönni fog. A terrorizmus történetre én nem tudok mit mondani. Ez biztos, hogy benne van. Biztos vannak olyanok ebbe az óriási tömegbe, akik nem frankók. Ez nem az én dolgom. Itt az a probléma, hogy nincs meg az a nagy működő európai rendszer, ami úgy tudná ezt a problémát kezelni, hogy közben kiszűri például az ilyen nemzetbiztonsági kockázatokat is. Ezt ki lehetne szűrni, de hát azt látjuk, hogy például a Dublini egyezmény is egy ilyen közepesen erős nyomás alatt összeomlott. Nekem az út hát körülbelül 3-400 euróba. Tehát én nem költöttem nagyon túl sokat. Olyan szállodákba mentem, ahol a menekültek is megszálltak. Ez a saját pénzem volt. Ez abszolút a saját pénzem volt. Egy-két ember tudott róla a biztonsági okokból. Tehát egy-két embernek elmondtam. Ugye hát az nem titok, hogy én a DK-nak elnökségi tagja vagyok, én nem akartam magamra húzni azt, nem akartam, hogyha valami baj történik, akkor ez rájuk essen, úgyhogy ott nem tudtak róla. Én 10 évig dolgoztam és éltem Koszovóban. Én azért ismerem ezt a világot, ismerem ezeket az országokat, tudom, hogy melyik út hova vezet. Albánul ugye nem beszélek, de udvariaskodni tudok. A szerb az nagyon sokat segített a helyzeteknek a megoldásában. Igazából arra nem is gondoltam, hogy ki fognak rabolni. Ez most jó kérdés. Vagy nem tudom, hát akkor fölhívtam volna valahogy a feleségemet, hogy jöjjön értem, itt vagyok az út mellett. Elindulnál? Ó, persze, haza se akartam jönni. Hogyne, elindulnék, persze. Hát most már könnyű ezt mondani, mert az ember látta, közvetlen tapasztalata van arról, hogy mit, hogy kell csinálni, hova kell menni, mi az érdekes. Hogy működ. Már most már tudom, hogy Gevgeliában hol van az a kávézó, amelyik a leggyorsabb internetet szolgáltatja, oda érdemes menni célirányosan, és nem kóborolni a 35 fokba délben a városban, és keresni azt, hogy hol van internet. Tehát egy csomó olyan extra információ bejött, ami nagyban segíti a munkát. Persze, hogy elindulnék.